2018. március 20-án készültek ezek a felvételek. Fontos dátum volt ez a bonyhádi iparfejlesztés történetében, ekkor adták át ugyanis az ipari park egyik közel 1300 négyzetméteres csarnokát. Eddigre már 4 éve tartott az a folyamat, aminek során a 2014-ben létrehozott bonyhádi ipari park vállalkozásokkal telt meg. Tehát azt mondhatjuk, hogy az utóbbi 4 esztendőben 4 ipari csarnokkal bővült az ipari parkunk. Ha a pénzben is ezt összeadnánk, több milliárdos beruházás befektetést jelent ez, illetve munkahelyeknek a létrejöttét, és azt, hogy Bonyhád városnak a gazdasági potenciálja bővült az elmúlt időszakban. Bonyhádon valóban sokat dolgoztak az önkormányzatnál azért, hogy a várost minél vonzóbbá tegyék a betelepülő vállalkozások számára. Ezzel pedig nem csak a cégek és a helyi adójukon keresztül a város járt jól, hanem az ott és a környéken élő emberek is. Miután lehetünk büszkék ezekre a létesítményekre, nem csak bonyhádiak, hanem elsősorban a bonyhádi járásban élők, hiszen a munkásoknak a döntő része is ebből a térségből kerül ki. Ez a város mindig együtt alkotott egy közigazgatási és egy gazdasági egységet a környező településekkel. Egyrészt a foglalkoztatási paktum, a szintén nyertes pályázatunkat is be tudjuk kapcsolni majd ebbe a projektbe, hogy még jobban tudjon működni. Azon túl, hogy ha ő nekik jó, az iparűzési adó bevételeik is nőnek a városnak, és abból már lehet olyan közjóléti feladatokra fordítani összegeket, amelyek valóban közvetlenül a lakosságot érintik, úgyhogy mégiscsak összekapcsolódik ez a dolog. Én örülök annak, hogy erre az átadásra sor kerül. A 2014 óta folyamatosan fejlesztett Bonyhádi Ipari Parkban azóta már több mint 500 környékbeli munkavállaló dolgozik nap mint nap. Ezek pedig már idén májusban készült felvételek, ekkor tették le a város második ipari parkjának alapkövét. Eddigre Bonyhád és a környéke már Tolna megye legdinamikusabban fejlődő gazdasági térségévé vált. Ez indokolta az újabb ipari terület kialakítását. A járvány okozta gazdasági válságban, nehézségek mellett is a bonyhádiaknak nem az a válasz, hogy meghátrálnak, megfutamodnak, abba hagyják a tevékenységüket, hanem ellenkezőleg újabb fejlesztésekbe kezdünk, és 4 ipari csarnoknak az alapkövét helyeztük el a mai napon. Ide 480 millió forint uniós támogatást magyar kormány támogatásával tudtunk, és a Tolna megyei önkormányzat segítségével újra bevonni. Nagyon reméljük azt, hogy mivel ide ezekbe a csarnokokba, illetve ezekre a telephelyekre Bonyhád vagy Bonyhád környéki vállalkozások telepednek, és egyébként a kivitelezést is ők segítik. Ennek az is lesz a következménye, hogy a tevékenységüket ők tartósan képzelik el, és bármilyen nehézség lesz majd a későbbiekben, nem mennek el, hanem mindig is ezt a várost és ezt a környéket és Tolna megyét fogják erősíteni. A terület fejlesztése a korábbi pandémiás helyzet ellenére sem állt meg. Folyamatosan dolgoznak a munkagépek és a szakemberek a Dombóvári útnál található telepen. A beruházáshoz szükséges pénz nagy részét, 480 millió forintot a terület és település fejlesztési operatív program egyik pályázatán nyerte a város. Az építető pedig az önkormányzat többségi tulajdonában levő Bonyhádi Ipari Park Kft. A 4 csarnok épület teljes szerkezete elkészült, ebből 3 csarnok épületnek a burkolása, a szendvics panellel való burkolása is teljesen elkészült. Ez azt jelenti, hogy az épületek most szerkezetileg készen vannak, állnak, és az utolsó 4. csarnok épület bezárásával is gyakorlatilag a látványos része az, amiben az épületek formája már messziről látszik, az el fog készülni. Az épülő 4 csarnok alapterülete összesen 3200 négyzetméter lesz, a teljes ipari park pedig egy 3,5 hektáros területen található. A szakemberek az épületek mellett a terület közművesítésén is dolgoznak már. Elkészült a közlekedő utaknak a közművesítése, tehát az út alatti víz- és szennyvízelvezetések és az útszerkezetek teljes alapozása.
elkészül. Bonyhád új ipari parkjának első 4 csarnoka a tervek szerint még idén elkészül. Hát a végső határidő az november vége. Jelenlegi állás szerint ezt november végét ezt tartani tudjuk, ezt a műszakerül és a kivitelező is nap mint nap megerősíti, úgyhogy azt gondolom, hogy év végére ezzel fog készülni, természetesen azután egy használatbevétel engedélyes eljárás, meg egy elszámolási időszak következik, de terv szerint és szerződés szerint november végére kész teszünk. Az új bonyhádi ipari park első 4 raktárcsarnoka tehát a tervek szerint még idén elkészül, a vállalkozások pedig már jövőre használatba is vehetik azokat.